három utál a magyarság előtt a következő időszakban, erről beszélt évértékelő beszédében Torockai László. A Mi Hazánk elnöke szerint a pártja által kijelölt út alaptézise az antiglobalizmus, amihez szövetségeseket kell keresni. A pártelnök kijelentette, adott esetben Kárpátaljára is igényt tartana. A stúdióban Torockai László. A Mi Hazánk mozgalom elnöke, jó estét kívánok! Köszönöm. Jó estét kívánok! Adott esetben igényt tartana Kárpátaljára, nyilván ezt kapta fel leginkább a sajtó, ha Ukrajna megszűnik. Hogy gondolja? Ugye kezdjük ott, hogy én is arról beszéltem, hogy volt egy 1991-es népszavazás Ukrajnában, nagyon kevés szó esik erről, és én rendszeresen kritizálom is a kormányt, illetve Orbán Viktort és a külügyminisztert is, amiatt, hogy soha nem hozzák szóba, ma sem hozták szóba Ungváron, hogy az 1991-es ukrajnai népszavazás, amire építve vagy alapozva jött létre a mai modern Ukrajna, a mai kijelölt határaival, ami miatt ugye folyik most a háború, és ez a népszavazás, ez döntött arról, hogy Kárpátalja egy autonóm státuszt, egy önrendelkezést kapjon, és ezen belül pedig Beregszász járásközponttal egy magyar területi autonómia jöjjön létre. Mindezt a mai napig ignorálja, nem tartja be a kijevi kormány, teljesen törvénytelenül. Tehát ha ezt nem tartja be, akkor a független Ukrajna mai határa is kérdésesek lehetnek. Ezt én értem, de hogy végülis nem ezt kérdeztem, hanem azt, hogy gondolja azt, hogy Ukrajna megszűnik. Hát van egy ilyen forgatókönyv is, tehát nem azt mondom, hogy mindenképpen megszűnik, csak van egy ilyen forgatókönyv, tehát többféle lehetséges befejezéssel lehet ennek a háborúnak. Ennek az egyik... Ez Putyin forgatókönyv, vagy megszűnik Ukrajna? Nem, hanem például, hogyha Ukrajna magára marad, mindenki tudja, hogy Ukrajna ma már önállóan életképtelen állam, Ukrajnát az Európai Unió, illetve az Amerikai Egyesült Államok tartja életben. Hogyha mondjuk az Európai Unióban és az Amerikai Egyesült Államokban is olyan politikai változás lesz, ami egyébként elég valószínű, tehát hogy egy új elnök lesz az Egyesült Államokban, illetve nem csak Geert Wilders alakíthat most kormányt Hollandiában, aki szintén nem akarja folytatni Ukrajna finanszírozását, hanem mondjuk az AfD nyer Németországban, ez is bekövetkezhet. Ukrajna magára marad, akkor nagyon gyorsan elveszíti ezt a háborút, és akár lehet ennek egy ilyen kimenetele, hogy megszűnik Ukrajna államisága, és erre mondtam én azt, hogy ha Kárpátalja, mint autonóm tartomány létezik, akkor az ott élők, ahogy 1991-ben népszavazáson dönthettek a saját autonóm státuszukról, akár dönthetnek arról, hogy kérnek egyfajta ilyen védhatalmi státuszt Magyarországtól, mint hogy Ausztria gyakorol ilyen védhatalmi státuszt Dél-Tirol felett. És akár egyébként még az is lehet, hogyha nincs Ukrajna, hogy Kárpátalja egy napon népszavazás útján egyesül Magyarországgal, de hát nyilván ez a jövő zenéje, meg ez egy nagyon feltételes. Ezt mondja az egyetlen parlamenti pártként, most akkor elvárná azt a kormánytól, hogy mondjuk a háború után, ha veszítene Ukrajna, leülne, kivel? Tehát a Putyinnal egyezkedni, hogy hát itt megszűnik egy ország a szomszédban, akkor mi kérjük Kárpátalját? A lehetséges forgatókönyvek között még ilyen is van. Ilyen forgatókönyv is van, hogy egy elveszített háború után akár Putyinnal kell leülni egyezkedni, de miért, azt gondolom, hogy nem tartunk. Miért Putyinnal kellene egyébként? Hát, hogyha, azért kérdezem, hát, mert Putyin... azt mondja, hogy az egész háborút a globalisták meg valamiféle háttérhatalom robbantotta ki, amihez, vagy akikhez képest Soros György Kispiskóta, szóval ennek a háttérhatalomnak lenne az a célja, hogy ne legyen Ukrajna, vagy akkor velük kellene egyezkedni? Nem, hát ez teljesen nyilvánvalóan amerikai-orosz nagyhatalmi érdekekről szól ez a háború, szerintem ezt ma már mindenki látja az egész világon, és az is nyilvánvaló, hogy itt olyan gazdasági körök, elsősorban amerikai gyökerű gazdasági körök, a fegyverlobbi, vagy akár a BlackRock, aki már lassan fölvásárolja egész Ukrajnát, akik haszonélvezői ennek az egész háborúnak. Én erről beszéltem. Ezek megint tényekkel alátámasztató dolgok, amiről beszéltem, de mondom, van egy ilyen kimenetele is akár, hogy elveszít Ukrajna ezt a háborút. Tehát, hogyha még egyszer mondom, Ukrajna magára van, politikai változás bekövetkezik Európában és az Egyesült Államokban is, már pedig komoly esély van erre, akkor elég gyorsan véget érhet ez a háború. Elhangzott-e már a műsorban, nem mondom ki a szót, hogy mi hangzott el, hogy elég úgy fogalmazom, hogy ízléstelen az, amit ön kijelentett, ezt egy újságíró kolléga mondta, hogy egy háború közepette, amikor Oroszország rendkívül agresszív módon lerohan egy másik országot, akkor ez egy hullarablás, hogy ön azt mondja, hogy akkor mi igényt tartanánk Kárpátaljára. Milyen jogon tartana igényt Kárpátaljára? Egyébként Kárpátalja, ha csak a lakosságát megnézzük, 6-10% a Kárpátalja lakosságának magyar, és a felük körülbelül elmenekült Kárpátaljáról. Tehát milyen alapon tartana igényt Kárpátaljára?
egyáltalán nem érdekelte mondjuk a szomszédainkat a trianoni békeszerzős idején az, hogy ők hullarablást követnek el, egy lefegyverzett, legyőzött, kivéreztetett Magyarországgal hát, szemben. Úgyhogy szerintem, nem érdekel, szerintem ezt a, szerintem ezt a más. Nem, hát szerintem ilyen, ezt a moralizálást ezt hagyjuk, mert ilyen a történelemben, politikában, nemzetközi politikában nem létezik. Minden ország a saját érdekeit, minden nemzet a saját érdekeit akarja érvényesíteni. Ez az egyik, ez mondjuk az erkölcsi vagy a morális része a dolognak. A másik pedig az, hogy milyen alapon azt kérdezte tőlem a kárpát-aljaiak véleménye alapján. Tehát, hogy mondtam, csak békés úton történhet ilyen meg, és kizárólag a kárpát-aljaihoz szeretnének csatlakozni például. Kizárólag a kárpát-aljaiak véleménye alapján, tehát az előbb is azt mondtam, hogy egy népszavazás, illetve az 1991-es referendumot szoktam emlegetni. A 91-es referendum idején sem volt magyar többség Kárpátalján, sőt, már akkor is egy nagyon erős kisebbség volt Kárpátalján. Mégis a kárpátaljaiak 80%-a, tehát abszolút túlnyomó többsége szavazott Kárpátalja önrendelkezésére, és azon belül a magyar területi autonómiára. Tehát, hogyha ezt a fajta békés harmóniát, ami volt a ruszinok, az ukránok, a magyarok, románok között ott Kárpátalján, ezeket 91-ben ezt a nagyhatalmi érdekekkel nem akarnák szétverni, akkor a kárpátaljaiak túlnyomó többsége az biztos, hogy nem egy olyan Ukrajnában szeretne élni, amilyen soviniszta irányba elment Ukrajna mondjuk az elmúlt 10 évben, és nekem az a fő bajom, és azért is akartam üzenni ezzel a kijelentésemmel, vagy ezekkel a mondataimmal, mert szerintem az egy nagyon rossz irány, ezt a parlamentben is jeleztem már, ez egy nagyon rossz irány, amit az Orbán kormány jelenleg csinál, hogy ők tulajdonképpen a Ukrajna finanszírozásának feltételeként a 2015-ben elvett jogokat akarják visszaszerezni Kárpátalján. Tehát ez mégiscsak nevetséges, hogy elveszik ukrán soviniszták, a kijevi kormány elveszi a magyaroktól az alapvető oktatás és egyéb anyanyelvhez fűződő jogaikat, és ha azt visszakapják, akkor Magyarország, mert ezt jelentette be az Orbán kormány, a magyar adófizető pénzéből fogja finanszírozni Ukrajnát, ki tudja meddig. Mondjuk, hogyha Ukrajna uniós tag lenne, akkor nem oldódnának meg ezek a problémák? Lehetne a tagság feltétele is ez a probléma egyébként. De ez most egy teljesen komolytalan dolog. Ő most Oroszországnak szurkol, akkor ebben a háborúban úgy győzöl Oroszország. Én a békének szurkolok, én a kárpátaljaiaknak szurkolok. Az, ami jelenleg van, az, hogy egyrészt a kijevi kormány eltapossa őket. Annak szurkol, hogy Oroszország nyerje meg ezt a háborút? Én nem szurkolok senkinek, én annak szurkolok, még egyszer mondom, hogy a kárpátaljaiak békében ott tudjanak élni, hogy az a rengeteg magyar, akit onnan elüldöztek, az haza tudjon térni. Engem ez egy dolog érdekel. Akarja a kárpátalját, vagy nem akarja? Ha nem nyer Oroszország, akkor nem lesz Kárpátalja Magyarország része. De akkor is küzdenie kellene a kormánynak azért, hogy ne a 2015-ben elvett, vérlázító módon elvett jogokat, ami egyszerűen az anyanyelvi oktatáshoz és egyebekhez fűződő jogokat kapja vissza a magyarság, hanem itt van most a lehetőség annak, főleg, hogyha magyar adófizetők pénzéből akarja az Orbán kormány finanszírozni Ukrajnát, hiszen jelenleg most erről van szó. Egyébként, ha az unió tagjaként finanszírozzák, akkor is végül is magyar adófizetői pénz is ebben benne van, de Orbán Viktor nem ezt mondja, hanem hogy nemzeti hatáskörben akarjuk mi finanszírozni Ukrajnát. Ezt vérlázítónak tartom, Magyarországon nincs fölösleges pénze a magyar adófizetőknek arra, hogy Ukrajnát, a nálunk sokkal nagyobb Ukrajnát finanszírozzuk, hanem jelenleg a magyar kormánynak minimum olyan feltételeket kellene támasztani, bármiféle, akár az Európai Unión belüli folyamatok, vagy mondjuk az integráció megakadályozását, hogyha szeretnék elkerülni, akkor minimum az 1991-es népszavazáshoz kell visszatérni, tehát Kárpátalja önrendelkezéséhez, ami gyakorlatilag egy autonóm tartományt eredményez. Ugye Kárpátalját szeretnék, vagy igényt tartanának rá Erdély, Vajdaság, Felvidék, nem szeretné a mi hazánk? Kárpátaljában van most egy olyan történelmi helyzet, egy olyan politikai helyzet, amikor egy magyar kormánynak, vagy egy magyar parlamenti pártnak meg kell szólalnia, és sokkal keményebben kell megszólalnia, mint amit az Orbán kormány tesz. Hogy ide-vissza Kárpátalját, az nem ugyanaz, a kormány nem mond ilyet. Ön, a kérdésem arra vonatkozott, hogyha olyan helyzet lenne, akkor Erdélyt, Vajdaságot, Felvidéket is akarná. Én válaszoltam, tehát nincs, nem, ott azokban az országban nincs olyan helyzet, nem dúl jelenleg egy háború Ukrajnában, hál' Istennek, Ukrajnában dúl egy háború. Még egyszer mondom, ennek a háborúnak, tehát nem mi akartuk, mi nem akarunk háborúzni, ennek a háborúnak lehet egy olyan forgatókönyv, egy olyan kimenetele, mert ez is benne van a pakliban, hogy Ukrajna, mint állam szűnik meg. Ebben az esetben jeleztem azt, hogyha a kárpátaljaiak kérik Magyarországtól ezt a védhatalmi státuszt, vagy akár többet egy napon, akkor legalább Magyarországról legyen valamilyen
fogadókészség az ő irányukba. Jó, tehát erről akkor Erdély Vajdaság elvidéztem, és azért kérdeztem meg, bocsánat, mert az évértékelő voltak olyan plakátóképek, amik erre utaltak, a nem soha, az egyértelműen arra utal, hogy az összes elcsatolt. Jaj, azért most már nem összekerüljük a dolgokat, hát a magyar történelmet mutatjuk azokkal. Az ön hátam mögött voltak ezek a plakátok. Az én hátam mögött emberek ültek, 600 vendégült mögöttem. A magyar történelmet mutattuk be festményeken, korábbi képeken keresztül, és a magyar történelmet, amit gyakorlatilag az állam alapítástól egészen 1956-ig mutattunk be, ott a képek között volt, Trianonról szóló, ezért voltak ott ezek a képek, tehát onnan ne keverjük össze ezeket a dolgokat. De egyébként nagyon-nagyon sok fontos dolog elhangzott, például az, hogy mi erőltetett ipar politika helyett szeretnénk egy strukturális politikát a gazdaságban, amely a magyar adottságokra épít, erről is nagyon sokat beszéltem. Kevesebbet foglalkozott a sajtó ezzel, de fontos, Kárpátalja kérdés is nagyon fontos. Igen, hát ha ilyeneket mond, akkor egész biztos a sajtó ezzel foglalkozni fog. Egyébként mi azzal is foglalkoztunk már itt az egyenes beszédben, én kérdeztem egyébként az iparosításra és az iparpolitikájára, majd várjuk vissza, és akkor beszélünk arról is. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget. Most pedig jön